Ha majd valaki a csikóstöltösi falu történet 21. századáról szóló fejezetet is megírja, és a sportnak is szán oldalakat, bizonyára bekerül majd abba a nemzetközi nyújtott pályás torna, amelyen 2019-től immáron két horvát csapat is szerepel. Mert hogy a vasutas torna a horvát-magyar barátság építésében is remek lehetőség. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat és a dombóvári vasút horvát kapcsolatainak különböző szálai foci ügyben az idén összefutottak. Volt már áprilisban egy ilyen kupánk, és most ezt már tovább léptünk, mert két horvát csapat érkezik. Ezt a vasutasok szervezték, az egyéb szervezés az az önkormányzati. Az eszéki vasutas öreg fiúk csapata jön, és a csepini vasutas öreg fiúk csapata jön, ezek mind eszéki csapatok. Az egyik magyar ellenfél a dombóvári vasutas csapat, a másik pedig egy vegyes csapat volt. A dombóvári horvát önkormányzat és a házigazda csikóstöltösi még nem is annyira öreg fiúkból állt össze ez az együttes. Mint ahogy említettem, azon túlmenően, hogy ma is a fociról szól a mai napunk, de nyilván ebben van egy kis szakmaiság is, hiszen a vasutas kollégák egymással évre tapasztalatot cserélhetnek és megbeszélhetik a helyi vasutnak a ügyes-bajos dolgait, illetve náluk mi történt. Az eszéki vasutas csapat már Pécsen, Siklóson járt, és örömmel jöttek Dombóvára is. Annak ellenére, hogy az átlag életkoruk közel az 50-hez, már az első meccsen a dombóvári vasutasok ellen egy nagyon egységes, erőlétben kiváló, fegyelmezett csapat benyomását keltették. Igen, edzésben, mozgásban vagyunk, elég sok tornán veszünk részt egy-egy évben, váltakozó sikerrel. Általában vasutas szervezésű rendezvényeken játszik a csapatunk, a játék öröme a fontos, mondta Pihan Kujek, az eszékiek csapatkapitánya. A másik eszék környékéről, Csepinből érkező csapat papíron még erősebbnek tűnt, hiszen ők már a horvát öreg fiúk ligájának megyei első osztályában szerepelnek. A tavaszi öreg fiúk tornán már jártak itt Dombóvár térségében. Egy agrárvidékről érkeztünk, Zömében a 40-es éveikben járók alkotják a csapatot, fiatalabbakat nem is fogadunk. Örömmel jöttünk, mert fontos, hogy bővüljenek a kapcsolataink, és feldob bennünket egy-egy ilyen nemzetközi találkozó, amely most is vár ránk három mérkőzésen. Győzelemre törünk, mindent megteszünk érte, ám ha az ellenfél jobb, ennek elismeréseként azonnal kezet fogunk nyújtani, mondta még a pályára lépés előtt a csepini csapat még aktív játékosnak számító elnöke, akitől még megtudtuk, hogy Dombóvárról, illetve környékével, valamint a nyugat-magyarországi Felső-Szentmártonnal, ahol már szintén jártak, ha egymód van rá, még szorosabbá kívánják tenni a kapcsolatra. A csikóstöltösi vasutas orientációjú nemzetközi tornára kilátogatott Horvátország magyarországi főkonzulja, Drágo Horvát is. A sport a legjobb összekötő kapocs a népek és nemzetek között. Ez a terület működik legjobban a magyar-horvát kapcsolatokban is, elsősorban Pécs és Dombóvár környékén. Hiszem, hogy ez a torna további egyesületi és emberi kapcsolatokat generál, és újabb klubokat visz egymáshoz közelebb, mondta előjáróban a horvát főkonzul, aki abbéli reményének is hangot adott, hogy a kulturális és gazdasági kapcsolatok is jobban fognak majd fejlődni, mint az elmúlt évtizedben a két ország között. Az Európai Uniós tagság miatt több közös gazdasági projekt is lesz majd, már a közeljövőben, mint eddig volt, jegyezte meg egyfajta üzenet értékűen a horvát diplomata. A dombóvári új polgármester, mint kiderült, nem csak ezt a focitornát fejleszteni, hanem úgy általában a magyar-horvát kapcsolatokat tenné más, eddig nem látott dimenzióba. Egy városvezető azon túlmenő, hogy építi a testvér kapcsolatokat és a civil szervezetek útjait egyengeti, legnagyobb kívása az, hogy észrevétlenül is mindig a gazdasági fejlődés lebegjen a szem előtt, és minden olyan lehetősége éljen, amely Magyarországon történik, vagy túlnyúl határokon is. Azért maradjunk most még a focinál. Az eszéki öreg fiúk nyerték ugyanis a csikóstöltösi négy csapatos magyar-horvát tornát. Második helyet a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat csapata szerezte meg a dombóvári vasutasok előtt, akik így a harmadikak lettek. Megelőzve a szakmabelieket, a negyedik helyen végzett horvát vasutasok csapatát.